Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit, ismét friss adással jelentkezik Családőrzők című sorozatunk. Igen, izgalmas témát választottunk, de mielőtt a témára rátérnénk, engedjék meg, hogy bemutassam most is szakértőinket. Elsőként Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét. Szervusz Csilla, és szervusztok, sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Itt van velünk Papp Csilla, mediátor. Szia Csilla, szervusztok, szeretettel köszöntök mindenkit. És itt van Tornyai Gábor, plébános mentálhigiénis szakember is, akit szintén szeretettel köszöntök. Én is köszöntök mindenkit. Nos, tehát a témánk egy olyan dolog, ami azt hiszem, hogy minden családban előfordul. Azt szokták mondani a szakemberek, és majd ebben megerősítenek a most jelenlévők is, hogyha nincs vita, vagy kis veszekedés egy családban, akkor nem is család a család. Egyetértetek ezzel? Abszolút, igen. Teljes mértékben egyetértünk. Életszerű, hogy vannak gondolatkülönbözőségek, vagy az, hogy másképp vélekedünk dolgokról, ez teljesen természetes. És hát a mindennapokban, a mindennapi tevékenységeinkben is millió olyan dolog adódhat elő, amikor nézeteltérésünk adódik, vagy egyszerűen csak felperzselődünk, felpesdülünk, és gyorsan szórjuk a szikrákat egymásnak. Nagyon fontos lenne, hogy tegyünk különbséget a vita és a veszekedés között. Mi a különbség? Hát, ha taxatíve akarjuk megkülönböztetni a kettőt, akkor a vita az egy olyan eszmecsere, ahol különböző érvek ütköznek, és próbálják meggyőzni egymást a vita partnerek, vagy legalábbis egy konszenzusra jutni. A veszekedés, ott az én olvasatomban nagyon keményen egó csata folyik, kinek van igaza. És addig tud ez emelkedni, amíg a rendszer plafonra nem ér, hogyha az intelligencia, vagy valakinek a humora, vagy valamilyen más dolog nem szab ennek határt. A vitát azt teljesen észérvek mentén fogjuk végigvinni, és el szeretnénk jutni valamilyen helyzetből, valamilyen helyzetbe. A veszekedésnél pedig meg szeretném győzni a másikat, hogy nekem van igazam, és tegnap is nekem volt, sőt, én már tudom, hogy holnap is nekem lesz. De gyakorlatilag óriási emóciót és energiákat fektetünk bele. Ez lehet, hogy levezetése a frusztrációnak, ez lehet, hogy éppen valamin kis szikrán kipattant, és az elmúlt 2500 évnek a hozadéka ömlik ki. Ez aztán nagyon változó, hogy ez milyen formában zajlik. Én is valahogy így fogalmazom meg magam számára, hogy a vitában két felnőtt ember értelmesen ütközteti a véleményét, a veszekedés meg inkább érzelmekről szól, és ott azért szerintem én legalábbis azt gondolom, hogy a veszekedés nem nagyon visz előre, és a veszekedés után lehet már vitatkozni, vagy a veszekedés után lehet már beszélgetni, de a veszekedésben ott annyira ilyen túlfűtött érzelmek vannak, amik nem engedik meg, hogy rendesen meg is halljam a másikat, hogy tulajdonképpen mit is akar mondani a másik. Igazából mi is a baja? Bocsánat, ez egy nagyon izgalmas dolog egyébként, hogy ki meddig érzi vitának a dolgot, és mikortól veszekedésnek. Egy olaszos típusú családnál az, hogy nagy hangúak vagyunk, nagy gesztikulációk vannak, nagy amplitudóval jönnek, azért az egy tök természetes hozzátartozó része a rendünknek. Egy más visszafogottabb családi helyzetben már, ha egy picit éle van a kérdésnek, már akkor vitáról nem beszélhetünk, hanem veszekedésről. Tehát ez tényleg nagyon egy egyéni. Egyes pároktól szoktam ezt kérdezni, hogy ők hogyan oldják a konfliktusaikat, és így játékosan szoktam mondani, hogy egy három típust különböztetek meg. Van a nordikus típus, az a megfagy, és akkor három hétig csend, és az a... Megáll a késő levegőben. Van a mediterrán típus, ez amit mondtál, hogy tányértörés, ajtócsapkodás, kikiabálom, aztán két perc múlva átülelem és csókolgatom, meg úgy szeretem, mert hogy úgy rendeződött a dolog esetleg, és a harmadik, az meg ugye ez a polisz típus, ez egy görög városállam, de akkor üljünk le, és akkor beszéljük át a dolgokat, és hogy és azért mindig izgalmas dolog, amikor mondjuk különböző konfliktus kezelő típusú emberek találkoznak, mondjuk egy mediterrán és egy nordikus típus összevesznek, és akkor egy kiüvölti magát, a másik meg a konnantól, akkor bezár minden ajtót, ablakot. Szóval, hogy ezek is izgalmas kérdések, és szerintem itt jön elő az, hogy aki megszokta azt, hogy ő fölemeli a hangját, és hogy kimondja magából,
azt, amit ő gondol, az nem biztos, hogy veszekedésnek éri meg azt, amit ő közöl. Miközben a másik, aki meg egy olyan közegből, családból, helyzetből érkezett, hogy nem emelgetik fel a hangjukat, ő meg már úgy érzi, hogy itt már le van nyomva, és gyakorlatilag meg se tudsz volna, hogy esélye sincs arra, hogy ő szót kapjon. És szerintem ez is egy fontos dolog, hogy hogyan, tehát hogy mondjuk egy pár kapcsolatban is, hogy mennyire tudom megismerni a másikat, meg aztán persze később, hogy mi jön ki a másikból, és hajlandó vagyok-e a másikat is, meg saját magamat is megismerni ilyen szempontból. És még annyit a veszekedésről, hogy tele van tűzdelve indulattal nagyon sokszor, és rossz indulattal, és ugye amit te is mondtál, hogy meddig feszítik, tehát hogy ez mennyire fajul el, mert nagyon sokszor agresszivitásba is torkolhat, hiszen tudjuk, hogy azért nem csak emelt hangon veszekszenek az emberek, hanem egészen szélsőséges esetek is vannak. És egyébként itt a párkapcsolatra visszacsatolva még annyi, hogy én a klienseimnek mindig azt szoktam, hogy nézd meg, hogy kooperál, vagy nem kooperál. Ha kooperál, és az a cél, hogy konszenzusra jussatok, akkor te is kooperálj, és keressétek azokat a kommunikációs rítusokat, amiben el tudtok jutni a célig. Ha nem kooperál, nem tudsz mit csinálni, hiszen nem lehet lenyomni a torkán, hogy kooperáljon. Tehát ha nem kooperál, akkor én sem kooperálok, kilépek. És vagy várok arra, hogy majd eljön az az idő, amikor megértés hajlandó lesz, vagy egyszerűen ott hagyom a helyzetet. Tehát, hogy nem lehet mindig döntésre vinni, vagy konszenzusra vinni a dolgot, ez helyzet és ember függő. Valószínű, hogy nem is lehet mindenkivel vitázni. Nem. Valószínű, hogy van olyan, akivel csak veszekedni lehet, mert ha vitázni próbálsz, nem biztos, hogy meghallgat. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogyha valaki felfokozott érzelmi állapotban van, akkor őneki nem lesz energiája arra, hogy ő most patetikus nyugalommal végighallgassa azt, hogy te éppen mit szeretnél okfejteni. Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Ugye itt most két felnőttről beszélgetünk, de ugyanez igaz a szülő és a gyerek között. Tehát amikor én azt látom, hogy két ember vitatkozik, az egyiknek 24-es, a másiknak 44-es a lába, és szinte ugyanazon a szinten vannak egymással, és próbálnak valahova eljutni, és aztán ez veszekedésbe torkolik, ami korábban még csak vitának indult, hogy vedd meg nekem, nem veszem meg nekem, tatatatatata, és akkor ez ahogy emelkedik a dolog, és ahogy tudja a felnőtt kezelni. Tehát nagyon-nagyon izgalmas kérdés az, hogyha én érzelmileg túlfűtött vagyok, akkor a bennem lévő felnőtt képes-e jelen lenni annyira, hogy tudatosan, kognitívan végig gondolom a helyzetet, analizálom, és azt mondom, hogy jó, akkor itt most ez lesz a megoldás. Vagy elsodornak az érzelmeim, és mindent elborít az érzelem, és akkor már megy a harc, és az megy a csata. És akkor ebből lesz a veszekedés. Az, hogy veszekedéseknek a kioltása hogyan történik, ezt tőlem is nagyon sokszor megkérdezik. Az egy nagyon izgalmas kérdés, hogy mikor érzed te, én, bárki más azt, hogy rendben vagyok. Ha én nekem valamilyen nehézségem, konfliktusom támad valakivel, és ha el tudom vinni odáig a polémiát, hogy megértve vagyok. Tehát ha ő érti, hogy nekem mi a bajom, ha én értem, hogy neki mi a baja, és ezt oda is tudom neki adni, hogy aha, értem, szóval neked csak az a bajod, hogy a tojás nem lett egészen kemény, vagy nem lett félig lágy, vagy nem tudom én, tehát hogy nekem meg így természetes, tehát hogy és akkor ebből általában ilyen dologból indul el az, ami aztán tűzi játékká tud fajulni. Mindenkinek vannak úgymond vita stratégiája, vagy konfliktuskezelési stratégiája, és ugye nagyon sokan hallották már biztos, hogy vannak versengők, vannak konfliktuskerülők, vannak, akik képesek konfrontálódni, nagyon sok típus van, és például a konfliktuskerülőknél nagyon jól megfigyelhető az, ennek is két típusa van, és egyébként az egyik számomra teljesen pozitív, hogy úgy kerüli a konfliktust, és úgy lavíroz, hogy tulajdonképpen nem áll bele a konfliktusba, nem konfrontálódik, de mégis ő jön ki győztesen. Ez egy magas szintű intelligencia kell hozzá, mert pontosan tudja, hogy miért meg mit, mennyire érdemes és mibe érdemes belemenni. A másik konfliktus kerül, amit mondtál, hogy nem hallja meg. Tehát mondasz neki valamit, és úgy kerüli, hogy tulajdonképpen befogja a fülét, nem fizikailag, egyszerűen nem hallja meg, amit közölni akarsz. Tehát a közlést azt lehasítja, és egyszerűen nem tudod nála átvinni. Tótágastálhatsz fele, mert csetteghetsz, bármit, akkor sem hallja meg. Tehát ezzel a egyszerűen típusra a saját hangjától nem lehet. Hallja meg. Igen, mert hogy ő de mondja nem a lehet vele vitatkozni, tehát ez az a típus. Nem gondolkozik el azon, amit te mondasz. Így van. Én azt gondolom, hogy azon gondolkodtam még, hogy egy másik kérdés ez, hogy
hogy megint egy picit a saját felnőttségünkhöz tartozik, hogy mik azok a gombok, amiket meg lehet bennem nyomni ahhoz, hogy elöntse az agyamat az indulat, és ne tudjak normálisan beszélni a másikkal, pedig ő lehet, hogy jót akar. És akkor beindul ez, hogy akkor elkezdjük a játékot, és ez lehet akár a kamasz gyerek meg a szülő például viszonya, és akkor a gyerek benyomja apánál, anyánál a gombot, és akkor anya lemegy gyerekbe, és elkezdenek egymással vitatkozni gyerek szinten. És akkor ilyenkor szoktam azt mondani, utólag, főleg ha egy szülőkkel beszélgetünk erről, hogy hát most már tényleg nem tudom, mit csináljak a gyerekkel, mert hát bármit mondok, és fél pillanat fölrobban, és nem tudom mi, hogy utólag, amikor már ez az egész kiüvöltöztettek magatokat, meg nem tudom, ajtócsapkodás, meg bemegyek a szobába, hagyjál békén, nem tudom micsoda, után mondjuk egy picit ülj le, és akkor nézegesd magadat. És lehet, hogy a következő veszekedésben ugyanúgy bele fogsz állni, vagy a következőbe is, de hogy egy idő után magadat is meg tudod ismerni, hogy mik azok a te gyenge pontjaid, ahol te mondjuk így védtelen vagy, vagy amire te ugrasz, és utána azzal már elkezdesz dolgozni. De hogy amíg ezeket nem tudatosítod magadba, addig beleugrasz mindig ezekbe a történetekbe, mert általában azért a veszekedések mögött az van, és az, amit mondtál, az nekem nagyon tetszett, hogy a meg nem értettség, és hogy nekem harcolnom kell azért. Uh-huh. De hogy ilyenkor sok esetben azért mégiscsak az van mögötte, hogy valamikor gyerekkoromban volt valami hasonló helyzet, amikor kisgyerekként nem tudtam megvédeni magamat, de most felnőttként pont ugyanezt élem meg, akár úgyis, hogy a gyerekemmel, akár is a párommal, a kollégámmal, a munkatársammal, de hogy az a szituáció jön be, amiben akkor védtelen voltam, most felnőttként ki tudom nyitni a számat, most felnőttként meg tudom mutatni az erőmet, és akkor most megvédem magamat, de ezzel nem oldom meg a problémát, egészen addig, amíg azt el nem jutok mondjuk oda, hogy volt valamilyen történet az én életemben, és hogy akkor ezzel most elkezdek dolgozni. Tulajdonképpen most hogyan tudnék saját magam mellé odaállni, hogy egy ilyen helyzetben, amikor azt érzem, hogy védtelen vagyok meg én, akkor úgy érzem magam, hogy biztonságban vagyok. Csak én gondolom úgy, hogy nem baj, ha a gyerkőc megtanul vitázni. Mert hogy félő, hogyha ismerünk olyan családot, ahol az van, hogy én vagyok a szülő, amíg az én házamban, meg az én ételemet, meg egyet, te ne szólalj meg. Tehát a gyerek nem szólhat bele egy ilyen vitában, nem szólalhat meg, és utána az lesz a vége, hogy felnő, és nem tudja magát, pont az ellenkezője, nem tudja magát megvédeni, mert nem tanult megvitázni. Az állatleset látom. Dadogni kezdek. Szóval most pont az ellenkezőjével találkozunk tömegével. Tehát általában a mostani gyerekpopuláció és a szülei vannak abban a nagyon nehéz helyzetben, hogy az őket megelőzők, tehát a mostani nagyszülők és még a dédszülőkről, ha beszélünk, ott még ez dívott, hogy az én kenyerem, az én házam, a stb. Ma már nem, ma már szépen átestünk a ló túloldalára. Az a generáció, akik ma kisgyerekeket nevelnek, ugye hát itt is egy 15-20 éves szórásról beszélünk, de azért azt gondolom, hogy ez a nagyjából egy ilyen réteg. Ez a réteg már úgy nőtt fel, hogy neki már mindent igyekeztek megadni a szülők. Tehát jó mód, lehetett választani, lehetett előre menni, lehetett dolgokat megteremteni a gyereknek, és ahogy egyre több minden volt, egyre több mindent kapott meg a gyerek, jogokat is egyre több mindent kapott meg a gyerek, és engedi meg magának azt, hogy ő olyan stílusban beszéljen, hogy ő úgy gondolkozzon magáról és a világról. Na most ő felnőtt, neki van gyereke. Tehát ő már kvázi túlgondozott volt valamilyen mértékben. Na, amit ő most csinál a gyerekével, az valami katasztrofális egy csomó családban, hogy a 2 éves gyerek irányítja az egész családot. Tehát nem alszik még este 11-kor, nem tudnak vele mit kezdeni, nem lehet neki nemet mondani. Ott nem tudsz a 2 éves gyerekkel, még nem nagyon tudsz vitatkozni. Tehát ott nem tudsz mit csinálni. Ez, amiről te beszélsz, az azért nagyon izgalmas kérdés, mert ezek a gyerekek az otthonukban, a megszokott környezetükben őrjöngésig képesek elvinni a kontrollálatlanságot, míg a saját közegükben, az intézményeikben, óvodában, iskolában nem is értik, hogy a szülők miről panaszkodnak. Nagyon sok ilyen gyerekkel találkozom, tehát annyira jól neveltek és szocializáltak, hogy kulturális módon normálisan tudnak viselkedni, és megtörténik az egész napi penzum, ahogy azt ő neki nap mint nap végig kell vinnie, és amikor hazamegy, akkor így mindent rázúdít és ráborít a szülőre. Tehát egyszerűen a szülők annyira kétségbe esettek ettől a kettősségtől, és nem tudják kezelni.
Na most, ha azt mondod frontálisan egy szülőnek, hogy a gyerek mindig a család lenyomata, ugye ezt régóta tudjuk. Létre. Tehát ezt a felelősséget, ha ráteszed egy olyan emberre, aki egyébként is eddig van, és nem találja a megoldást, ott kész, ott összeomlik a dolog, és akkor ott nincs lehetőség. Tehát úgy lehet komplexen segíteni, ha egyszer a gyereket belerakod egy keretrendszerbe, hogy ettől eddig tiéd a pálya, öcsém, fölfelé is, lefelé is, oldalra is, de azon túl nincs semmi lehetőséged, ebben ő megnyugszik. Ha a szülők ezt a keretet nem adják oda, akkor a gyerek uralni fog mindent, mindenkin uralkodik, csak önmagán nem. A másik véglet, szerintem ez a szülő-gyerek viszonyban, ami meg ugye a kifelé nehézség, amikor a szülő úgy megy mondjuk oda a pedagógus, hogy az én gyerekem az nem olyan, az én gyerekemnek ezt, hogy teszik ezt, meg miért büntetik, meg miért kerül hátrányos helyzetbe, hogy az én gyerekemnek jár is. Szóval ez a másik véglet, és ezt meglátom pedagógusoktól panaszkodva, hogy régebben azért az úgy ment, hogyha a pedagógus azt mondta, hogy ez a probléma a gyerekkel, akkor a szülő ott volt, és akkor azt mondta, hogy oké, hogy csináljuk. Ma az van, hogy a szülő azt mondja, ez a probléma a gyerekkel, akkor neki megy a pedagógusnak a szülő, hogy már pedig az ő gyerekével ilyet nem tehetnek meg. És nyilván a gyereknek ez meg egy erősítés a háttérből, hogy akkor itt szabadabban megtehet bármit is. Szóval ezek a kontrollok, keretek, szabályok, lehet, hogy ebben nagyon konzervatív vagyok, és sokan, ugye ez is egy ilyen örök vita kérdés, ez a liberális konzervatív nevelés, kereteket szabunk, vagy a természet majd olyannál neveli, amilyennek ő úgy éppen beleszületett a világba, és akkor hadd legyen az, aki, hogy most melyik a jó, és melyik nem jó. Ez egy nagyon fontos mondat, de a természetben a természeti törvények működnek. Tehát nem csinálhatsz felelőtlenül olyan dolgokat, aminek később nincsen hatása. Nincs olyan, tehát hogyha ezt az elvet követi, akkor az rendben van, mert ott a természet majd megtanítja, hogy betartsa a szabályokat. De ha ez nincs, csak a mindig megmentem van, és bármit megtehetsz, és bármit megengedhetsz magadnak, na akkor válik a gyerek iszonyatosan bizonytalanná, és ott aztán... És innen igen, tökkel... ugye... Bocsánat, mondjad. Csak annyi, hogy ez egy óriási meló, hogy amikor ugye nem voltak keretek, amit mondasz, hogy 2-3 éves gyerek a főnök, és mindenki körülötte ugrál, mert nem voltak keretek, ugye óriási meló azt keretbe rakni. Tehát hát azért persze. Azt tudni, hogy ez egy óriási meló. Persze. A szülőnek is egy nagy önismereti munka egyébként, és hát a gyereket úgymond befegyelmezni, vagy belerakni abba a keretbe, szerintem egy hosszú folyamat és óriási kitartást és türelmet igénylő munka. Tehát ha valakinek ez egy hét alatt nem sikerül, akkor ne keseredjen el, mert ezen is sokkal távolabbra mutatóbb. És ugye ennek van a folytatása, amiért gyakorlatilag mi ugye együtt is vagyunk, hogy ez egy párkapcsolati kérdés is tud lenni. Hogy ez a gyerek mivé nő föl, mivé kamaszodik, mivé nő föl, hogyan alakul, hogyan éli meg az ő, ami szintén itt az elején így elhangzott, hogy a saját magáért való kiállását, az önérvényesítését, és mondjuk egy kapcsolatban ezt hogyan lesz hajlandó megélni, adott esetben visszavonulni, vagy éppen kiállni magáért. És szerintem ez is egy nagy kérdés, hogy mennyire állhatok ki magamért, mennyire nem, hol van annak a határa, hogy az még rólam szól, hol van az, hogy a szeretetem miatt egy picit visszább veszem magamat, és ez tényleg egy felnőttségi kérdés tud lenni, hogy mennyire vagyok érett arra, hogy még élőnek tartsam magam, meg egészségesen tudjon működni a kapcsolatunk. Nagyon szépen haladunk, de engedjétek meg, hogy visszavigyem az egész beszélgetést a KH-hoz, mert ugye sokat beszéltünk már arról, hogy a párkapcsolatokban, a családban mennyire fontos a kommunikáció, és ha nem értünk egyet valamiben, akkor bizony azt is kommunikálnunk kell, és ebből lehet az a bizonyos vita, amiről beszéltünk, de talán tudunk egy kicsit ötletet adni abban, hogy ne vitázzunk, tehát hogyha már vitázni kell, mert fontos, de hogy ne, tehát hol ronthatjuk el azt a bizonyos vitát? Hát ugye eleve úgy ülünk le, hogyha gondolatkülönbözőség van, mondjuk te és én valamiben nem értünk egyet, hogy eleve meghallgatlak. És meg is értelek, mert nagyon sokszor ugyanazokat a szavakat más értelmezésbe rakjuk. Mindenki mást ért ugyanazon szó alatt is. Tehát mondok erre példát, Margit félrelépett. Na most nagyon sokan arra gondolnak, hogy megcsalta a férjét, a másik meg arra gondol, hogy rosszul lépett és kificamította mondjuk a bokáját. Tehát, hogy ugyanazt a kifejezést vagy szavakat másképp értelmezzük. Tehát én meghallgatlak, és definiáltatom veled azokat a kifejezéseket, amiknél én azt gondolom, feltételezem, hogy nem biztos, hogy ugyanazt értjük alatta, mert más szövegkörnyezetbe rakod. De ugye itt már, ha figyeltetek, akkor érezned, hogy nagyon kell figyelni. És értő figyelemmel a másikra. És eleve azzal a szándékkal ülök le,
hogy meg akarom érteni a te álláspontodat, a te motivációdat, hogy te mit akarsz elérni, és bennem van egy kooperációs készség arra, hogy valahol középen, mert hogy nyilván nekem is van egy igazságom az adott szituációban, és neked is. Tehát általában olyan nincs, hogy csak az egyiknek van igaza, vagy csak a másiknak. Tehát mindenkinél van valamilyen igazság, és valahol van egy nagy igazság, és meg akarom érteni, hogy téged mi vezérel, mi mozgat, mi a motivációt, hová akarsz eljutni. És én egy értő figyelemmel is így ülök le, tehát eleve jó szándékkal, akkor nem tudod nem jól csinálni. Tehát akkor eleve sikerül. Viszont amikor úgy ülök le, na jó, akkor mondjad, na, meghallgatom, jó, hát akkor halljuk, hogy mit akar. Tehát már ugye a mozdulatból, csinálja, meg a hangsúlyból ugye, is. Csinálja, biztos. A mozdulatból, meg a hangsúlyból is már lehet látni, hogy na jó, hát, tehát, hogy már akkor a másik fél is érzi, hogy ez nem azért ült le velem, hogy kooperáljunk és konszenzusra jussunk, vagy egyességre, hogy magyarul mondjam. Tehát, hogy ezzel a szándékkal ülök le, és megtisztellek az értő figyelmemmel. Tehát innen indul. Ez lenne ugye az optimális. Igen, hogyha már az érzelmeket tudod kezelni. De hát, amíg ha nem el vagy borítva igen. az érzelmekkel, hát itt ugye mutattam. Addig ezt te magadtól is csak nagyon nehezen várhatod el. Persze. És ahhoz egy nagyon-nagyon magas tudatossági szint kell, azaz. És egy olyan önismeret, hogy én tudjam azt, hogy most majd felrobbanok, nem baj, ezt félretesszük, mert hogy te bajban vagy. És hogyha azt meglátom, hogy a veszekedésben a másik fél bajban van, akkor már talán tudok egy kicsit közelebb kerülni hozzá. Ez az egyik dolog. A másik, én nagyon régen tanultam ezt, hogy talán még a nagyanyáméktól, hogy a kosarat valakinek mindig vinni kell. Uh-huh. Tehát a nehezét valakinek el kell vinni. Ez lehet betegség, ez lehet nézeteltérés, ez lehet konfliktus, ez lehet akármi. De azért vagyunk mi egy pár, mert mi ketten úgy döntöttünk, hogy mostantól együtt járjuk az utunkat, és egy irányba fogunk menni. A terheket pedig nekünk közösen kell viselni. Van, amikor én tudok többet viselni, van, amikor te tudsz többet viselni. És hogyha ez az egymásra utaltság és az egymásra számítás, ez nyilvánvaló, és erről tudunk eleget kommunikálni, akkor teljesen rendben van. Akkor onnantól kezdve már van megértettség mindegyik oldalon, onnantól kezdve már lehet kuncogni azon, hogy dühöng azon, mert kemény lett a tojás, vagy kuncoghat azon, hogy én kétségbe estem, mert nem tudom, nem olyanra sikerült szeletelnem, ha nem tudom én mit. És akkor ezek már közelebb tudják vinni az embereket, abban az emberségben, abban a közös fészek melegségben, ahol otthon tudjuk magunkat érezni. Talán a háttérben hallottuk azt a finom csengőt, ami arra emlékeztetett bennünket, hogy már csak 2 perc van hátra a beszélgetésből, ezt azért jegyzem meg, hogy így gondoljátok. Hát fogjuk ezt a témát tovább vinni, de most valamilyen gondolattal azért el kell majd köszönnünk. Még annyit szerettem volna az előbb mondani, hogy érdemes mindenkinek egy saját vitakultúrát, egy vitastílust kialakítani, amiben kordában tudja magát tartani, hogy ne szabaduljon el a saját pokla, vagy az érzelmei, indulatai. Lehet ezt gyakorolni, vannak egyébként erre különböző tréningek, és egyébként is lehet, meg lehet otthon is beszélni, lehet demonstrációkat csinálni erre, és gyakorolni szituációs gyakorlatokat, stb. És szépen lehet ezt fejleszteni. Én azt gondolkodtam, hogy az volt a kérdésed, hogy hogyan ne vitatkozzunk, ugye? Nekem az egyik, ami eszembe jutott, és ha majd ezt tovább visszük, akkor majd úgyis beszélgetünk erről, hogy úgy ne vitatkozzunk, hogy üzeneteket küldünk egymásnak, és telefonon felhívjuk uh-huh. egymást. Tehát ha vitatkozok a másikkal, akkor lássam, igen. akkor legyek ott vele. És hogy úgy legyek ott vele, hogy azt lássam rajta, hogy ő is ott tud lenni velem. Hát hogy azt gondolom, hogy sok vitának a nehézségét az okozza, hogy nem veszem észre, hogy a másik igazából most nem tudott lenni velem, és nem tud odafigyelni arra, amit én tulajdonképpen képviselni vagy mondani akarok. De én el akarom neki mondani, mert most én úgy döntöttem, hogy elmondom, és igazából abból már nagyon könnyen átmegy egy veszekedés, mert ő fáradt, a máshol jár az agya, nincs ott velem rendesen, nem tudunk. A telefon meg az SMS ilyen üzenet közvetítésben nem látom, nem érzékelem másikat. Az SMS-nél ott rögtön az jön le nekem mindig, hogy azon a hangon szólal meg az SMS üzenet, ami bennem megszólal, és nem abban, ami ő, ahogy ő küldi. Ez így van. És ez megint nem vita. Tehát, hogy lelkizni, én mindenkinek azt mondom, hogy ha lelkizni akar, akkor biztos, hogy ne üzenjen személyesen. Semmilyen formában. És ezzel a tökéletes egyetértéssel kell most elköszönnünk a nézőktől. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Tornyai Gábor, Papp Csilla és Fekete Cseri Zsuzsanna. Ez a téma annyira izgalmas téma, hogy egy hét múlva folytatjuk, tartsanak akkor is velünk. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!